Szeretettel üdvözlöm a kedves nézőket mai vallási műsoron keretén belül. Amint azt már megszokhatták, hozzávetőleg havi rendszerességgel a görögkatolikus élet jelentkezik. Szeretettel üdvözlöm vendégeimet is, Palai Béla parókus urat, aki műsorunk társrendezője is, valamint mai vendégünket, Sztán Zsoltot. Amint ezt megbeszéltük, azon kívül, hogy a műsor keretén belül bemutatjuk a havi eseményeket, illetve az elkövetkezendőket, igyekszünk minden alkalommal bemutatni egy közösséget, és meghívjuk plébánosát is a lehetőségek keretén belül. Üdvözlöm Önöket, dicsőség Jézus Krisztusnak! Dicsőség mindenekké! Mindenek előtt most lelki perceink következnek. A Keleti Katolikus Egyház szeptember hónapot az év elejének tekinti. Szeptember 1-e az egyházi évnek a kezdete, ennek több oka is van. Az első oka, hogy a természet is szeptemberben újul meg, ilyenkor vetjük el a jövő évnek a termését, és a másik nagyon fontos, ami egyházunk hagyománya szerint szeptember 1-e volt az a dátum, amikor Jézus elkezdte nyilvános működését a templomban, a zsinagógában. Felolvasásra jelentkezett, és Izaiás próféta tekercsét vette a kezébe, ahol ez a hely állt. Az Úristen lelke van rajtam, mert felkent engem az Úr, elküldött, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek, hogy bekötözzem a megtört szívűeket, hogy hirdessem a foglyoknak a szabadulást, és a megkötözötteknek a börtön megnyitását, hogy hirdessem az Úr kegyelmének esztendejét. És amikor ezt az Izaiási könyvet, ezt a részt felolvassa, akkor a Szentírás leírása szerint minden szem rászegeződött, és ekkor hangzik el Jézusnak a szava, ma beteljesedett az írás. Ezzel kezdődik meg Jézusnak a nyilvános működése. Két nagy ünnepünk is van szeptember hónapban. Az első az Istenszülőnek a születése, szeptember 8-a, a második pedig szeptember 14-e a Szent Kereszt felmagasztalása. Ezek az ünnepek is kezdeteket jelentenek számunkra. Az Istenszülő születése, kezdet és magvetés az üdvösség szempontjából. Kezdet és magvetés azért, mert Ádám és Éva elveszítették a paradicsomot a bűnbeeséskor, azért, mert Éva engedetlen volt, és kellett szülessen egy új Éva, akit mi Máriának ismerünk, aki pedig éppen az ellentéte, aki egész életében engedelmes, az Isten akaratát kereső. Kellett egy Mária szülessen azért, hogy ezt a paradicsomot visszanyerjük. Nem Mária az, aki visszaszerzi a paradicsomot, de ő az előkészítője, ezért nevezem ezt az ünnepet is magvetésnek. Máriával, az ő születésével a világba jön az üdvözítőnek az édesanyja. Ő az a termőföld, akiben megfogan az áldott gyümölcs. Erről szólnak szeptember 8-ai ünnepi énekeink. A te születésed által legtisztább szűz, Joákim és Anna a magtalanság szégyenétől, Ádám és Éva pedig a halál enyészetétől szabadultak meg. Egy másik magvetés, szeptember 14-e, a Szent Kereszt felmagasztalásának az ünnepe. A Szent Keresztet egy helyen ássák le a földbe, szintén ünnepi énekeink mondják, hatása mégis kiterjedt az egész világra. A Szent Keresztnek
is ellen, a Szent Kereszt is ellentéte a másik fának, ami a paradicsomban volt. A jó és rossz tudásának, fájának ellentéte. Ősszüleink ettek arról a fáról, amelyről tilos volt enni, és emiatt elveszítették az édenkertet. Elveszítették az Istennel való közösséget. És kellett, hogy az Isten készítsen számunkra egy új fát, és ez a keresztfája számunkra az életnek a fája. A keresztfája, amelyről mindenkinek ennie kellene. Nem úgy, mint a jó és rossz tudásának fája, amelyről tilos volt enni. Aki erről eszik, aki Jézusból táplálkozik, az él. Ezért kezdett számunkra az üdvösség kezdete, Jézus Krisztusnak a keresztfája is. Ebben az értelemben is mondhatjuk, hogy a szeptember az új évnek a kezdete, a szeptemberi ünnepeink pedig ennek az új életnek, a Márián keresztül Krisztusból kapott új életnek a kezdete. Azt kívánom mindenkinek, hogy ez a magvetés sokszoros, bőséges termést hozzon mindannyiunk életében. Sztán Zsolt parókus úr a keresztelő Szent János plébániát vezeti, immáron talán három éve. De pontosan három éve vagyok ennek az egyházközségnek a vezetője. 2012-ben a templomunk már annyira készen volt, hogy lehetett benne minden nap szolgálatokat végezni, és akkor az akkori parókus atya, az idősebbik Palai Béla atya indítására hívek kérelmezték a püspök úrtól, hogy alapítson egy új egyházközséget. És a püspök úr ennek a kérésnek eleget téve október 26-án, Szent Demeter napján alapította meg a keresztelő János születése görögkatolikus parókiát. És akkor nevezett ki, illetve november 1-i hatállyal nevezett ki ennek az egyházközségnek a vezetőjévé. Tehát most már három éve folyamatosan vannak szolgálatok a templomban. Azóta a hídon túli görögkatolikusok ahhoz a templomhoz tartoznak, és a hídon erőli, úgymond, a Szent Miklós templomhoz. Akkora nagy volt már az ottani hívek száma, hogy szükség volt egy új plébániára? Igen, én azt gondolom, hogy az egyháznak egy szerves fejlődésének a következménye az, hogy egy új egyházközséggel bővült az esperesi kerület, és maga a szatmári görögkatolikusoknak a közössége is. Azt gondolom, hogy a forradalom után egyre többen, akik azelőtt nem a saját rítusuk szerint dicsőítették az Istent, rátaláltak újra a keleti egyház liturgiájának a szépségére. És az sem egy elhanyagolható szempont, hogy sikerült egy olyan kazánházat átalakítani templommá, ami a szamosnak a bal oldalán helyezkedik el, és ezáltal közelbe került, testközelbe mondhatni, a templom a hívek számára. Ez egy óriási előnyt jelent, mert nem kell keresztül menni a hidat, ahhoz, hogy a templomba eljussanak, és hogy saját rítusuk szerinti templomban imádkozhassanak. Jelenleg hány lelket számol ez a közösség? Körülbelül 600 nyilvántartott személy tartozik az egyházközséghez. Ez pontosan 312 család, ezt tudom biztosan, ezt a számot. Hát ők azok, akik ehhez az egyházközséghez tartoznak. Úgyhogy a templomot minden vasárnap meg tudják tölteni. A háttérképeken láthatjuk, hogy első áldozó gyerekek is voltak már. Ez azt jelenti, hogy
hittanóra is van. Hány gyerek jár hittanórára jelenleg? Hát, azt tudom elmondani, hogy 70, körülbelül 70 hittanköteles gyermekünk van, akik 4 csoportban járnak hittanórára. A 0 első másodosztályosok egy csoport, az első áldozásra készülők a második csoport, az előző évek első áldozói a harmadik csoport, és a nagyobbak pedig egy külön csoport. Nekik hétfőn és szombaton vannak a hittanóráik. Itt, amíg a Szent Miklós templomba jártak ezek a hívek, meg voltak szokva, hogy egy elég intenzív vallási élet, közösségi élet zajlott. Nagyon sok foglalkozás volt a gyerekek számára, külön a felnőttek számára. Beindult-e ez már a hídon túl is? Hát az imádságos élet az, ami nagyon aktív az egyházközségben. A közösségi élet a gyermekek számára inkább vakációban, mert területileg nincsenek meg az adottságaink, nincsen egy olyan közösségi termünk. Itt látszik is talán egy képen, hogy a kis sekrestyében gyűltek össze a gyermekek egy közös foglalkozásra. A helyi adottságoknak a hiánya az, ami aktívabb ifjúsági vagy közösségi életet nem tesz lehetővé, esetleg a templomon kívüli tevékenységek. Megszokta már a közösség ezt a helyet? Nem, nincsenek olyanok, akik még mindig visszavágynak a régi kis templomjukba? Vannak ilyenek. Természetesen vannak ilyenek, akik annyira megszokták már a Szent Miklós templomot, hogy továbbra is ragaszkodnak ahhoz, talán belenőttek abba a templomba, de azért a nagy többség örül annak, hogy önálló temploma van, és ami közel is van hozzá. Nagyon jó helyre sikerült ezt a templomot kialakítani. Tudjuk, hogy a közelben van egy román-görög katolikus templom és egy római katolikus templom, de közel nagyon könnyű megközelíteni viszont ezt a templomot. Buszmegálló is közel van. Egy ideig ott volt egy benzinkút is, most az eltűnt onnan. Vannak parkolóhelyek, tehát akik autóval próbálják megközelíteni ezt a templomot, akkor még véletlenül se tudnak elmenni úgy mellette, hogy ne lássák meg, ne találják meg. És egyre jobban az az igény válik valóra, hogy ezt a templomot minél többen meg tudják tölteni. Azért is szükség volt erre az úgymond szétválasztásra, mert ameddig azok, akik a hídon túl laktak, és el akartak jutni egy szent liturgiára, minimum 10 templom előtt elhaladtak, és nyugodtan betérhettek volna egy másik templomba. Ami sokszor elő is fordult, mivel hogy sokan elmentek a román-görög katolikus templomba, vagy elmentek a római katolikus templomba, részt ami vettek nem is lenne baj, szentmisén. Ami nem is lenne baj, húsvétkor is ugye végigvinni a városon a húsvéti kosarat azért, hogy eljussanak a saját templomukhoz. Persze, hogy lemorzsolódhattak volna, meg le is morzsolódtak sokan, de miért ne adjuk meg a lehetőséget a kedves híveknek arra, hogy a saját hitük és a saját vallásuk, nem beszélve a nyelvükről, és a saját nyelvükön dicsérjék az Istent, ezért is volt szükség arra, hogy ezt az egyházközséget úgymond szétválasszák. De van más esemény is, nemrég harangot is szenteltek, úgyhogy a harang is oda hívja őket, beszéljen a parókus úr erről is, mert... Pontosan a harang szentelés az nem kis esemény volt a templom életében, és ha jól tudom, külföldi segítségből vásárolták meg ezt a harangot. Igen, hát a fő adományozónk a felét ajánlotta fel a templom harangjának, és a többit, hát ezt nevezzük mi nagy lelkű adománynak, és sok jó lelkű adomány, amit a hívek hozzáadományoztak még a harang árának a másik felét tette ki, és még ezen kívül az egyházközség hívei
állták az automata elkészítését vagy bekötését is, mert ennek meg is kell szólalni, ennek a harangnak. Két különleges felirat is van ezen a harangon. Igen, tehát az első felirata az egy izajási idézet, ami az evangéliumban is szerepel, és ami Keresztelő Jánosnak a küldetéséhez kötődik. Ugye Keresztelő Szent János a templomnak a védőszentje. Készítsetek egyenes utat az Úrnak. Ez a felirata, az egyik felirata a harangnak, és ez felszólítás. Keresztelő János amúgy is egy olyan személy, aki folyamatosan hívja megtérésre az embereket. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos ez, hogy az embereknek az életében sikerüljön megtalálni a helyes utat, és Keresztelő János mindig Jézus felé mutat. Tehát ő az Isten báránya. Tehát rámutat, és ezzel megmutatja nekünk a helyes irányt, hogy melyik irányba, vagy kit kell követni. Nem elég csak az embernek tudni azt, hogy rossz úton van. Tehát a bűntudat megtérés nélkül az nem elég. Hogyha az embernek csak bűntudata van, tehát tudja, hogy nem jó úton jár, attól még nem kerül jó útra. Csak akkor, hogyha ehhez kapcsolódik a megtérés is. És ezért nagyon fontos Keresztelő Szent Jánosnak a személye is, ezért jó, hogy van most már harangunk, aki ugyanúgy, mint Keresztelő János a pusztában kiáltott az emberek felé, hogy hát akkor térjetek már meg, készítsetek egyenes utat, úgy a mi harangunk is szólítja az embereket, hogy nem csak kint lehet keresni a boldogságot, illetve kint nem fogják megtalálni a boldogságot, hanem be kéne menni a templomba, és akkor ott keresni Jézust, aki az út, az igazság és az élet. És ő az, aki majd a megbocsátást is tudja adni, és ő az, akit lehet követni, akit érdemes követni, és aki a boldogságot is meg tudja az embereknek adni. A templom másik harangja inkább a funkcionalitását jelzi a harangnak. Az élőket hívom, a holtakat csiratom, és a villámokat megtöröm. Ez a latinul írtuk fel ezeket a szavakat, mert hát az élőket hívja, ahogy az előbb ezt elmondtam. Az elhunytakért is megszólal, nincsen külön lélekharangunk, ugyanez a harang siratja el az elhunytakat is, és hát a funkcionalitásához hozzátartozik, hogy a harang rezgése széjjel veri, széjjel töri azokat a villámokat, amelyek kár tehetnének a templomban, kár tehetnének az életben, mert ennek lelki tartalma és lelki értelme is van, mert a keresztény élet nem mindig a látható valóságok elleni küzdelmet jelenti, hanem a láthatatlan, a sátán elleni küzdelmet, és tehát rájuk úgy tekinthetünk, mint égből a jövő, tehát láthatatlan hatalmak, és ezek is jelenthetnek az keresztény ember számára felhőt, vagy jelenthetnek vihart, vagy jelenthetnek sötét fellegeket, és ezeket is a harangszava széllyel tudja zúzni. Akkor, hogyha az ember meghallja ezt a hívószót, és az imádság felé fordul. Ennek a közösségnek az életéről egy kis filmbejátszás is készült. Nézzük meg ezt most közösen. Kezdhetnénk úgy is, mint a meséket. Egyszer volt, hol nem volt. Volt egyszer egy lehetőség, hogy a Szamos bal partján élő magyar ajkú görögkatolikusoknak is legyen templomuk. Ez a lehetőség 2007-ben adatott meg, amikor a szatmárnémeti polgármesteri hivatal pályázatra bocsátotta a városban lévő leszerelt, már nem működő kazánházakat. Akkor idősebb Pallai Béla parókus atya és az akkori egyháztanács elhatározta, hogy mi is pályázunk. Felülről jövő segítséggel és Istennek jóindulatú teremtményei közbenjárására sikerült is megnyernünk a sok pályázó ellenére az épületet,
és a következő évben megkezdődtek az átalakítási munkálatok. Előbb a volt kazánház maradékait és a benne lakó hajléktalanok által felgyűjtött szemetet kellett eltakarítani. Aztán le lehetett önteni a templom alapját. A falak tartó pillére és a tetőszerkezet megmaradt, a falakat újra rakták téglából, a tetőről a régi szigetelést és a sok év szemetét letakarították, új borítást, és három a templom természetes megvilágítását adó tetőablak került fel a tetőre. A templomban ekkor már évente kétszer is imádkozni tudtunk. Ez a két alkalom, a kereszthódoló vasárnap, Nagybőjt harmadik vasárnapja, ez azért jelentős, mert 2010-ben ezen a napon helyeztük el a templomot jelölő háromágú keresztet, a másik ünnep a templom leendő címünnepe, keresztelő Szent János születése, június 24-e. Ezen a két ünnepen 2010 óta minden évben az éppen aktuális állapotában együtt imádkozott a közösség azért, hogy a kőből épült templom mihamarabb kész legyen. 2012-ben a templomunk annyira kész lett, hogy méltósággal lehetett benne isteni szolgálatokat végezni. A templom belülről ki lett vakolva, a gerendák közötti szögletes teret gipszkarton ívek lágyítják, hőszigetelt ablakok és ajtók vannak a templomon, és a külső szigetelés is elkészült. Június 24-e után minden nap volt szent liturgia a templomban, és a hívek kérelmezték, hogy templomunk és közösségünk önállóvá váljon. Ezt a kérelmet elfogadva alapította meg nagyméltóságú és főtisztelendő Vasile Bizó megyés főpásztorunk a keresztelő Szent János születése görögkatolikus parókiát 2012. október 26-án Szent Demeter ünnepén, és nevezett ki ezen egyházközség vezetőjévé. Ez a dátum a Szatmári Magyar Görögkatolikus Esperesi Kerület ünnepe is volt, mert új taggal gazdagodott. Ünnep volt a Szamos bal partján élő magyar görögkatolikusoknak is, hiszen saját önálló parókiát és templomot kaptak, ahol szerető és gondoskodó Istenünket őseink hagyományait követve imádhatják. Három évnyi szolgálat után elmondhatom, hogy sokan élnek is a lehetőséggel, akik eddig a távolság miatt nem magyar görögkatolikus templomba jártak, újra felfedezték a keleti katolikus egyház liturgiájának szépségét és gazdagságát, örömmel térnek vissza egyre nagyobb számban egyházunk ősi hagyományához. Keresztelő Szent János szelleme is megmozdítja azokat, akik eddig közömbösek voltak, vagy Istentől, templomtól eltávolodtak, sokan meghallják a pusztában kiáltó szót, készítsetek egyenes utat az Úrnak. Ezt hirdeti, ezt zengi templomunk nemrég felszentelt harangja is, melynek ez a jánosi felszólítás az egyik felirata. A lelkek temploma, az Isten népe, a szent közösség is együtt épül, javul és szépül a kőből épült templommal. Számos nagy esemény volt még ezen kívül is a görögkatolikus egyház keretén belül. Így van, beléptünk már az októberbe, ez egy nagyon különleges hónap, és ezt úgy indítottuk, hogy híveinkkel elzarándokoltunk. Személy szerint én nem tudtam elmenni, mert helyettesítettem, de parókus úr ott volt, és részt vett a határon túliak búcsúján Magyarországon Máriapócson. Ez egy olyan különleges esemény, amikor csak a romániai magyar görögkatolikusoknak a zarándok napja, ez úgymond, és szinte oda vittük a mi imádságainkat, kéréseinket az Istenszülő Szűz Mária kegyképéhez. Benne vagyunk már az októberben, és azért különleges ez az októberi hónap, mert ezt az októberi hónapot ugyanúgy, mint a májust is, az Istenszülő Szűz Máriának ajánljuk. 1885. augusztus 20-án a Rítus Kongregációban kiadtak egy felszólítást, egy parancsot, ami így hangzik: ameddig a katolikus egyházat szorongató körülmények fönnállnak, és a pápa teljes szabadságának visszanyeréséért hálát nem adhatunk, a földkerekség minden székes egyházába, a plébánia templomába és a szűzanyának szentelt templomában
és nyilvános kápolnájában, vagy a helyi ordinárius által kijelölt helyeken a rózsafüzért a Loretto-i litániával együtt egész októberben naponta imádkozzák el. A görögkatolikus templomainkban ez úgy működik, hogy ilyenkor akatisztoszt vagy parakliszt végeznek minden egyes este, és talán mondhatnánk azt, hogy bár a pápa nincs életveszélyben, viszont a mai körülmények is szinte megkövetelik azt, hogy imádkozzunk az Istenszülő Szűz Máriához, és felajánljuk neki a mi imádságainkat magunkért, egymásért, még ellenségeinkért is, ebben a nyomorúságos helyzetben, amikor úgy látjuk, hogy a kereszténységet megpróbálják letiporni azzal, hogy népvándorlók más hitet akarnak ránk erőltetni. Nagypereskén ez úgy működik, hogy 2012 óta, mióta az ikonunkat úgymond hazahoztuk, a restaurált ikont minden májusban és minden októberben prédikációs sorozattal dúsítjuk ezt az imádságot. Az idén olyan témát választottam ki, amikor minden egyes, az imádságainkból egyes mondatot kiragadva úgy figyelünk az Istenszülő Szűzre, hogy még jobban megismerve őt meg tudjuk mondani, vagy választ keresünk arra, hogy miért könnyezett, miért teríti ránk az ő palástját október 1-e, ugye az ünnep volt a tegnap, és minden olyan érzékünket oda, az imádságaink mellett oda tudjuk vinni az Istenszülő Szűz Máriához, és rajta keresztül a mi Urunk Jézus Krisztusunkhoz, hogy a mi kéréseink meghallgatásra találjanak. A határon túliak zarándoklatán jelen van a Szent János plébánia is minden alkalommal megalapítása óta. Mi is ez a zarándoklat, miben áll? Alapvetően a zarándoklat az nagyon különbözik egy kirándulástól, mert amikor az ember kirándul, akkor kikapcsolódik, amikor zarándokol, akkor bekapcsolódik. Tehát ez egy bekapcsolódást jelent az egyháznak a közös imádságába, és a görögkatolikus egyháznak a különleges, mondhatom így, hogy különleges Mária tiszteletébe. Azért is, mert magyarok vagyunk, és Magyarországon egy istenszülő ikon csodatevő, ezért úgy gondolom, hogy lelkiismeretben kötelességünk, hogy minden évben legalább egyszer mi is bekapcsolódjunk ebbe a tiszteletbe. És azt gondolom, hogy szükségünk is van erre, hogy bekapcsolódjunk az egyháznak ebbe az imádságába, ugyanazokból a szempontokból, amelyeket Béla atya is elmondott. Szükségünk van az Istenszülőnek az oltalmára és a közbenjárására. Oltalomra mindenkinek szüksége van, érezzük is ennek a szükségességét, ezért teszünk zárat az ajtónkra, vagy kerítést a házunk köré. De ez egy mennyei oltalom, amelyet a szentek, és ezek között pedig a legszentebb, legtisztább, legáldottabb, így nevezzük mi görögkatolikusok az Istenszülőt, közben jár és kieszközöl nekünk. Tehát bekapcsolódunk mi is az egyháznak az imádságába, és a Mária Pócsik egyképnek a tiszteletébe minden egyes évi zarándoklatunkkal. A zarándoklatokon általában jelen vannak a többi plébániák is, de igen aktívan a nagypeleskeiek is. Ők is részt vesznek általában külföldi zarándoklatokban is, és nem beszélve arról, hogyha itt a közelben van valami. Úgy volt, hogy mi is autóbusszal megyünk, többen jelentkeztek is, végül talán lehet, hogy anyagi okokból, vagy könnyebb volt a kis autókkal összeszervezkedni. Ezért az idei határon túliak búcsújára többen így családostól mentek. Azt hiszem olyan 20-25-en voltak Peleskéről, viszont
viszont a többi egyházközségekből nagyobb létszámmal mentek, buszokkal, nagy buszokkal, sőt még római katolikus szervezés is volt, Darócról is busszal mentek, Kökényesről, Csedregről busszal mentek, görög katolikusok, Mikolából, a mikolaiak több faluból összeszedegették a híveiket, de akkor is együtt mentek és igyekeztek egy egységes képet alkotni arról, hogy ránk is, nekünk is szükségünk van arra az égi segítségre, amelyet oda menve ott kérünk az Isten Szülőszűz Máriától. A zarándoklatok által egy kicsit kivisszük a hitünket a templomból. Úgy a papság, mint a hívek jelen vannak, nem csak a templomban. Tevékenységek folynak, nem csak a templomban. Mivel, hogy amint ezt már egy másik műsorunkban beszéltük, Isten jelenlétét nem csak a templomban kell érezzük és éreztessük. Valóban nem csak a templomban van szükség arra, hogy jelen legyünk, és nem csak a templomban kell hirdetni Isten igéjét. Ez a lehetőség, hogy itt lehetünk a tévében, ez is egy jó út arra, hogy kivigyük a templomból az evangéliumot, Jézus Krisztus evangéliumát, és elvigyük azokhoz, akik még távolabb élnek, mint talán a szamos másik oldala, akik talán nem csak 10, hanem több templom előtt is el kellene haladjanak, hogy eljussanak a saját templomukba. Ezért annak idején, 20 évvel ezelőtt, amikor lehetőség volt rá, egyházi kisújsággal kezdtük ezt hírré tenni, hogy magyar görögkatolikus élet is van Romániának ezen a csücskén. És ez addig úgy kinőtte magát, hogy már szép színes formátumban évente 6-szor megjelenik az újságunk. Az első oldalán híreket találunk, világi híreket, Romániában élő magyar görögkatolikusokról híreket, eseményeket, aztán ünnepeinkről, egyházközségek életéből egy-egy kis történést, hittanórák rendjét, karácsonykor, vízkeresztkor, a házszentelések rendje is benne van, ha tudják a hívek, hogy mikor jön a pap szentelni, mikor kell elvinni a húsvéti kosarunkat a templomba, hány órakor, nehogy véletlenül későn érjünk oda, vagy túl karán, és leégjen a gyertya, mire már a pap a töménezővel és a szentelt vízzel odaér a kosarunkhoz. És jövőre 20 éves lesz ez az újság, úgyhogy már most mondom, hogy aki egy pályázatot is fogunk kiírni, aki összegyűjti az eddigi összes megjelenést, az ajándékban fog részesülni, nem is kis ajándékban. Persze legelején kis stencilezett fehér-fekete lapokon jelent meg az újság, aztán anyagi segítséggel, meg támogatásokkal odáig jutottunk, hogy nem csak színes, borítós, évente 6-szor megjelenő egyházi, görögkatolikus egyházi lapunk van, ami Romániában, magyar görögkatolikus téren az egyedüli, hanem naptárt is szoktunk évente, két évente kiadni, amelyen a templomaink képeit látjuk, egyházközségeink értékeit, és reméljük, hogy talán a jövő évben minden egyes templomnak a temploma rajta lesz, és így nem csak azok, akik közel laknak a városhoz, juthatnak majd hozzá, hanem a falvakban, közösségekben is büszkén tarthatják majd kezükben, hogy van saját magyar görögkatolikus naptárunk. Talán van még egy kevéske időnk, üssük fel ezt az utóbbi szám lapjait, nézzünk egy kicsit bele, elméletileg mit tartalmaz az utolsó szám. Az utolsó szám, az rögtön a hátoldalára fordítanék, a Szent Miklós nagy kilencedet reklámozza, amely 9 héttel Szent Miklós ünnepe előtt, amit már többször le is mondtuk, hogy nem csak december 6-án kell Mikulást ünnepelni, hanem már előtte készülni kell rá, és a Szent Miklós búcsúra készülve második alkalommal ugye Szent Miklós kilencedet szerveznek a szatmári görögkatolikus, Szent Miklós görögkatolikus templomban, oda várják a híveket minden egyes csütörtökön, délelőtt 10 órai kezdettel. Vannak benne nyári hírek, nyáron történt események, fotballmeccsről, görög-római papok által szervezett fotballmeccsről,
hittanórák rendje, ahogy az előbb elmondtam, fontos tudnivalók gyermekeknek, szülőknek, hogy mit is jelent a hittanóra, miért nem csak az iskolába tartunk hittanórát, miért az egyházközségekhez is el kell menni, nem csak azoknak, akik első áldozásra készülnek, eseménybeszámolók, nyáron történt eseményekről, táborokról, összejövetelekről, de nem csak a város közelében élőkről, vagy a városban élőkről, hanem Nagykárolyból is van hírünk. Beszéltünk a Nagykárolyi táborról valamelyik adásban, arról is egy beszámolót olvashatunk, és a többi egyházközségben történt eseményekről, harangszentelésről, Mária Pócson, mert nem csak a keresztelő Szent János születése templomban volt harangszentelés, hanem Mária Pócson, ahol úgy tudom, szép adománnyal támogatták a romániai hívek is ezt a harangot. Kisasszony napi búcsú volt Kökényesden, erről is olvashatunk, sárospataki vendégeink voltak itt Szatmáron, és Csegöldre mentünk Nagypeleskéről busszal, tehát innen oda megyünk vinni a mi hagyományunkat, a mi énekeinket, a mi érdekességeinket, hadd lássák, hogy itt is élő közösségek vannak. Aztán ima meghallgatásról is olvasunk benne, eddig mindig csak azt írtuk bele az újságba, hogy akinek olyan lelki élménye van, amit megosztana másokkal, az jelezze, ettől kezdve most már egy pár szóban mi is jelezzük, hogy le is írjuk ezeket az ima meghallgatásokat, és olyan jó ezt olvasni, hogy aki az Istenszülő Szűz Máriához, vagy a szentekhez, vagy az Istenhez könyörög, annak a kérése meghallgatásra talál, és büszkeség az ezzel az újsággal kapcsolatban, hogy színes, ugye eleinte fekete-fehér volt, hál' Istennek most kívülről színes, ha több adományunk lesz, akkor belülről is színessé válik. Nem beszélve arról, hogy az interneten is olvasni lehet erről, tehát lapozni lehet az interneten, és csak meg kell keresni a megfelelő forrást, és nem csak támogatni kell, hanem hirdetni, vinni, és olvasni, hogy mindannyian tudjunk arról, hogy Romániában magyar görög katolikusok is élnek. Mik azok a legközelebbi események, amire külön szeretnék felhívni a hívek figyelmét? Októberi hónapban, tehát ahogy mondtam, az októberi áltatosság, ami fontos, minden egyes templomban van olyan település, ahol egy kereszt köré gyűlve imádkozzák ezeket az imádságokat, de úgy a keresztelő Szent János születése templomban, a Szent Miklós templomban, Nagykárolyban, Kökényesden, Csedregben, talán még Mikolában is, és Nagypereskén is a templomban gyűlnek össze és imádkoznak. Októberben nagyobb ünnepünk nem lesz, de viszont újra találkozunk majd itt a görögkatolikus élet műsorának keretén belül, ahol egy újabb meghívottal, egy újabb egyházközséget fogunk bemutatni, és lelki percekben más hangokat is hallunk, más ige hirdetésben is bátorítanak majd bennünket, hogy a tévén keresztül is érezzék azt, hogy figyelemmel kísérjük az egyházközségek életét. Lehet már tudni, hogy ki lesz a következő, melyik plébánia lesz a következő, amit bemutatunk? Az októberi hónapi adás az Csedregre koncentrálódik, a csedregi parókus fog majd remélhetőleg eljön ide hozzánk, és ő mutatja be majd az egyházközségét és a templomát, főtisztelendő Szemák Miklós áldozópap. Sztán Zsolt parókus úrnak köszönjük szépen, hogy bemutatta a közösségét. Kívánunk nagyon sok sikert az egyházi életben, sőt a társadalmi életben is. Kedves nézőinktől ezzel búcsúzunk, köszönjük szépen vendégeimnek, hogy itt voltak. Dicsőség Jézus Krisztusnak! Dicsőség mindörökké! Köszönjük szíves figyelmüket a viszontlátásra!